Néhány hete még szüretelési felvételeket láthattak kedves nézőink. Most viszont az ezt követő folyamatokról, illetve a musgáz veszélyeiről kaptunk tájékoztatást. Hát a szüretelés után ugye a szőrő feldolgozása jön, ami itt nálunk teljesen hagyományos eszközökkel, hagyományos préssel, kádakkal, zúzóbogyózókkal, ami annyiban változott az elmúlt időszakban, hogy már elektromos meghajtású, de gyakorlatilag technikailag ugyanaz, ami apáink idejében is volt. Ugye lőn a szőrő zúzása, bogyózása, a vörösboroknál elválasszuk a bogyótól a kocsányt, tehát külön választva kádakba erjesztjük a vörösborokat. 10-12 napon keresztül gyakorlatilag állandó forgatás mellett, mert a legnagyobb veszély az, hogyha nem forgatódik a szefre, akkor az penészedik, eszetesedik, tehát sokfajta borhiba keletkezhet. A vörös szőlőknek, kék szőlőknek általában a héja az a festő anyag, és az erjedés folyamán az alkohol az, ami az alkoholos erjedés folyamán ki roncsolja, kiveszi a szőlő héjából ezeket a színező és ízanyagokat, tehát ezért kell ezt a szőlőfajtát héjon erjeszteni, és egy általában 8-10 nap után kerül préselésre, és akkor már gyakorlatilag kézborként lehet levinni a pincébe. Más eset a fehér boroknál az erjesztési folyamat, ugye, mert vannak illatos borok, mint a irsai olivér vagy a muskotályos szőlők, ezeket lehetőleg minél alacsonyabb hőmérsékleten kell erjeszteni, hisz így sokkal kevesebb illóanyag távozik, mint egy melegen erjesztésnél a mustból vagy a cefréből. A hagyományos borszőlőfajtákat általában 16-22 fok közötti hőmérsékleten erjesszük. Ez Szikszón és más területen is nagyon sok helyen lent a pincében kerül erjesztésre. Mustként leengedik, és ott indul meg az erjesztés folyamata. És hát gyakorlatilag a szőlőben lévő cukorból gyakorlatilag alkohol és széndioxid keletkezik. Ezt a régi vidéki emberek mustgáznak mondták, és ez hát rendkívül veszélyes, mert nehezebb a levegőnél, a pincéből kiszorítja a levegőt, és gyakorlatilag egy színtelen, szagtalan gáz, és hát ezáltal nehezen észrevehető, különösen, hogyha jó születi hangulatban az ember egy-két pohár bort is elfogyasztott, akkor gyakorlatilag észre se veszi, hogy már nincs oxigén a lenti levegőbe, és ebben az esetben nagyon gyorsan bekövetkezik eszméletvesztés, és természetes utána halál, mert ugye nem jut az ember levegőhöz. Régen, ugye amíg nem voltak ilyen elektromos árammal világított pincék, addig mindenki rá volt kényszerítve, hogy gyertyával menjen a pincébe, és az rögtön jelezte, hogyha nem volt oxigén a pincébe, mert a gyertya elaludt, tehát mindenki tudta, hogy innen most vissza fel kell menni, és vigyázni kell. Ma hát felkapcsoljuk a villant, és nyugodtan lesétálhatunk, tehát ezért, akinek pincében erjed a bora, annak ajánlatos ma is egy égő gyertyát magával vinni, mert ha a gyertya ég, akkor van oxigén, és akkor nem lehet semmiféle probléma. Ha elalszik, akkor viszont hát rögtön vissza kell fordulni, mert egy rendkívül veszélyes, hisz semmilyen módon nem érzékelő. Mondhatnám úgy, hogy a legszebb halál, mert észre se veszi az ember, hogy már meg is halt, mert gyakorlatilag eszméletét elveszíti, és utána semmit nem érez.